Valamelyik kötök az egyik Instagramos kérdez feleleknél még egy pár hete vagy pár hónapja talán feldobta, hogy mi lenne, hogyha lenne olyan videó, amiben egyszerűen csak megmutogatnám az összes virágos cuccomat. Ez azért így nem ennyire egyszerű, azt mondanám, tehát a mai videó nem ilyen lesz, viszont elhoztam nektek szinte a legkedvencebb virágos dolgaimat, vagy ez így hülyén hangzik, de azokat a dolgokat, amikkel nagyon sok időt töltök, amiknek a kémlelésével nagyon sok időt töltök egyszerűen. Ugyanis ezt párszor már mondtam, én nagyon szeretek főleg ilyen virágos részletekben elveszni. Így úgy döntöttem, hogy meg fogok nektek mutogatni egy-két dolgot, amit már úgyis valószínűleg láthattatok mindig a csatornámon, viszont szeretném egy kicsit részletesebben is megmutatni őket, tehát hogy szinte mindegyikről fogok csinálni egy ilyen kis felvételt közelről, a részletekről, ahogy én úgy szépnek látom őket, mert azért így felmutatni őket nem gondolnám, hogy annyira nagyon érdemes, mert hogy egyszerűen azokat a részleteket, amikben én elveszek, azt nem fogjátok akkor szépen látni. De most el is kezdeném a videót, és el is kezdeném a törékeny dolgoknál, ugyanis tudjátok, hogy nem azt, hogy szeretem a bögréket. Én a bögréket nem szeretem, én csak a virágos bögréket szeretem. Különben egy bögre engem nem tud meghatni. Nem muszáj mindig virágosnak lennie, de valamilyen szinten nagyon-nagyon szépnek kell lennie ahhoz, hogy én megvegyem. Ezek a bögrék mind a H&M-ből vannak, amiket most mutatok nektek, tehát hogy semmilyen elit dolog nincs benne, semmi luxus. Nagyon olcsók voltak ezek a bögrék, azt kell, hogy mondjam, viszont nagyon nehéz őket normál esetben beszerezni, vagy hát kollekció ügyileg beszerezni, tehát hogy mindig van kollekció, és hogyha nem csapsz le rá, akkor abban a pillanatban, akkor így eltűnik. Úgyhogy az első ilyen darab az egyik kedvencem. Őt mindig láthatjátok a csatornán, róla beszélek, és majd itt jön a kép róla, vagy közelebbi videó részlet erről a gyönyörű bögréről, ami talán ilyen 4 euróba került, azt hiszem, de egyszerűen gyönyörű, és imádom. Még mindig gyönyörködök benne, kívülről fújom az összes részletét szerintem, de egyszerűen tökéletes, és nagyon örülök, hogy a kollekciómban van. Mindig megfogadom, hogy nem rakom be őket a mosogatógépbe, mert nehogy bajuk legyen, viszont eddig nagyon jól viselkednek a mosogatógépben, úgyhogy ezen túl is ott fogom mosni őket, ott mosom őket. Aztán a következő darab, abban éppen most a kávém van benne, ő is egy H&M-es darab. Majd ha kiiszom belőle kávét, róla is csinálok felvételt, ő is gyönyörű. Egy nagyobb bögre, és ebből van nekem egy tányérom, tehát egy ilyen kis tányérom, és egy ilyen kis műzlis tálam, de elég kisméretű, amiben tollakat szoktam tartani a nappaliban, tehát ilyen eddinget, filc tollakat, meg alapjáraton így golyós tollakat, hogyha kell valamihez éppen, úgyhogy azt arra használom, és nagyon-nagyon szeretem magát ezt a mintát is. Ez annó, ez is nagyon olcsó volt, ezt még akkor vettem, amikor Magyarországon laktam. És mint mondtam, érdemes a H&M-et figyelni, mostanság nem láttam náluk annyira különleges, szép dolgokat azóta, hogy kijött nekik ez a British múzeumos kollekciójuk, azóta nem láttam annyira szépet, de ki is térve arra a kollekcióra, szintén egy kedvenc bögrém ez a British Múzeumos kollekció a H&M-től. Érdemes mindig rácsapni, hogyha látjátok, egyből vegyétek meg, mert el fog fogyni. És én igazából egy bögrét rendeltem, és megfogadtam, hogy legközelebb, hogyha van valami olyan, ami nagyon-nagyon tetszik, akkor kettőt fogok belőle rendelni, nem érdekel. De aztán végül is nem, hogy nem találtam olyat, amit tetszene. Ebből a kollekcióból még megrendeltem magamnak a hamutartómat. Nem tudom, hogy mondjam. Tehát, hogyha elhamvasztanak, akkor... És hogyha esetleg így beleférnék, akkor ez így tök jó lenne annak. Minek emiatt kiröhögött körülbelül az anyukámon kívül szerintem. De igen, tehát, hogy ez tökéletes. És hogyha nem használom a tetejét, vagy nem használod a tetejét, simán virágot is lehet beletenni. Nekem ezek a sminkes dolgok vannak benne, ilyen vattapamacs, fülpiszkáló, és ez a sminkasztalmon díszeleg, ez a gyönyörűség, és
Igen, hát ki tudja. Ki tudja a jövőben mire lesz használva, de nem tudok vele igazából betelni, mert gyönyörű. Aztán, ami még ilyen törékeny dolog, de nem tudom megmutatni, és valószínűleg, hogy képet se tudok róla mutatni. Anyukámtól kaptam annó egy ilyen apró, hát nem tudom, herendi porcelán, a herenditől van, egy ilyen nagyon-nagyon kis apró tartót, rózsás, rózsaszín rózsák vannak ráfestve, és van egy ilyen kis teteje, amit így le lehet róla venni, tehát én a fülbevalóimat szoktam otthon benne tartani, a kis apró fülbevalókat, de mint mondtam, nagyon kis apró, nagyon aranyos, és én azt otthon hagytam a szobámban, a komódon, és az még azóta is ott van, és ezért nem tudom megmutatni, de az is egy óriási nagy kedvencem. Aztán a következő dolog az igazából két smink cucc lesz, mind a kettőt láthattátok már, és mind a kettő amiatt jön, hogy nem csak amiatt, hogy néz ki kívülről, az egyik belülről is virágos igazából. Viszont számomra az első, tehát ez az a márka, aki olyan virágos dolgokat gyárt, ami igazából nagyon-nagyon-nagyon tetszik, viszont nagyon-nagyon drága. A Dolce & Gabbana-ról beszélünk is. Én alapjáraton maga a cipői, meg maga a stílus az annyira nem tetszik, maga a táskái sem, meg ezek a csicsamicsás, strasszos dolgok rajta, viszont ha ők valami virágosat csinálnak, letisztult virágosat, akár ruha, akár kiegészítő, én mindig arra nagyon-nagyon nagy vevő vagyok, és mostanában is néztem az oldalukon, most nem találok olyan jó dolgokat. Vannak ilyen patchwork dolgaik, viszont nagyon szép festett virágos dolgaik nincsenek. És ezért érdemes, vagy ezért, hogyha megyünk Pándorról, mindig benézek hozzájuk, mert ugye a régi kollekciókat ott ugye meg lehet találni. Na de most az első dologról beszélek, ami egy smink dolog, méghozzá egy pirosító, ami egyértelműen, ez anyukám karácsony ajándéka volt nekem, pontosabban én vettem magamnak az ő ajándékából, és erről a gyönyörű pirosítóról beszélek, aminek a neve ez a Blush of Roses, és mint mondtam, erről is jön közeli felvétel, gyönyörű, egyszerűen gyönyörű. Nagyon minőségi csomagolása van, és hihetetlenül szép a csomagolása, annyira, hogy nem tudok vele betelni. Aztán a következő smink dolog az egy paletta, ez egy újdonság, ami nagyon megtetszett kívülről. A By Terry-nek a Brightening CC palettájáról beszélek. Róla ez a 02-es Beach Bomb árnyalat, és meg fogom venni belőle az 1-es árnyalatot is, mert az is nagyon tetszett, annak is hasonló csomagolása van, róla beszélünk. És nem csak kívülről rózsás, hanem belülről is. Jönnek amúgy róla ilyen közeli felvételek is majd, és nagyon-nagyon gyönyörű. És ebben is minden nap gyönyörködök, tehát hogy mint mondtam, én ezeket a smink cuccokat nem csak használom, hanem egyszerűen legeltettem rajtuk a szemem. És annyi jó ingert kapok tőlük egyszerűen, hogy ez, én el sem tudom mondani, hogy ez mennyire jó érzés nekem. És tudom, hogy emberek nem ritkán viszonyulnak így dolgokhoz, vagy ritkán tekintenek így a dolgokra, de nekem ez tökéletesen megfelel. Még valaki azt látja benne, hogy ez, úristen, ez egy 50 eurós pirosító, ki az a hülye, aki kiad rá 50 eurót, ilyen szint találok éppen az Essence-nél, vagy a Catrice-nél is 900 forintért. Igen, meg tudom érteni, és nem is a termékről beszélünk, ami benne van, hanem arról, hogy hogyan készült a csomagolása, arról, hogy amikor megtervezték a csomagolást, vagy éppen a mintát, akkor hogy festették meg előtte. Hogy mennyi munka van abban, hogy ezt valaki egy művész ezt megfestette, ezeket a rózsákat. Még annó. Lehet, hogy azt mondod, hogy ennek a gyártási költsége egyenlő az 5 forinttal, és eladják neked 50 euróért. Teljesen mindegy. Mert én azért is fizetek, hogy azt egyszer valaki kitalálta, megfestette, és most rajta van a csomagoláson. Mert valaki ezt is megrajzolt a gyerekek. És köszönöm annak, mert most nekem ez örömöt okoz, hogy így legeltetem rajta a szemem, és kapom a jó ingereket minden reggel.
hogy minden alkalommal, amikor használom. Tehát, hogy én így tekintek ezekre a dolgokra. De menjünk is tovább. Egy táskával folytatom a mondandómat, méghozzá a Zarából van ez a táska. Nem igazán találkozhattatok velem manapság, de ez az a táska, amitől tudom, hogy soha nem fogok megválni, és egyszerűen imádom. Róla beszélünk. Biztos, hogy volt már a csatornán szó róla, de egyszerűen tökéletes. Tehát ez az öreg anyát párna húzott a minta, egyszerűen elbűvölő. Levettem a pántját, benne van ugye a táskában. Nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű. Egyszerűen nem tudok vele betelni. Télen szoktam amúgy inkább hordani, és hát eszméletlen szerintem, meg nem mondanám, hogy az Zarából van például, de egyszerűen imádom a formáját is, imádom, és a textúráját is, és a mintáit is, tehát hogy a virágok rajta egyszerűen gyönyörűek. Nagyon-nagyon örülök, hogy annó én ezt megvettem, pedig emlékszem rá, hogy gondolkodtam rajta, hogy jaj, olyan drága, nem tudom, hogy mennyi volt, szerintem én. Ezt még Magyarországon rendeltem. 15 ezer forint körül lehetett, vagy nem emlékszem rá már pontosan. De nagyon-nagyon szeretem, és eszméletlen. Ez biztos vagyok benne, hogy mindig benne fog maradni a kollekciómban, mert nagyon-nagyon szeretek rá tekinteni. És mint mondtam, télen azért szoktam hordani, mert ez az a táska, ami nagyon jól feldob például ilyen fekete outfiteket, sötét outfiteket. Aztán menjünk tovább, egyetlen egy könyvet hoztam, ugyanis úgy vagyok vele, hogy sokan írjátok, hogy legyen könyvekről videó, majd lesz is róluk, fogok a könyveimről beszámolót tartani, hogyha szeretnétek ezt majd egyszer biztos, hogy csinálok róluk. Viszont, hogyha szeretnél olyan könyvet, ami nézegetős, inspiratív, van ebben is leírás, ezt is lehet olvasgatni, de leginkább a képekért szeretnél könyvet, és imádod a virágokat, akkor nem gondolnám, hogy ez kimaradhat a te kollekciódból. És szerintem ez egyszerűen tökéletes. Erről is lesz egy közelebbi felvétel, majd megmutatom nektek, meg megmutatom benne a virágokat. Mindenképpen szerezzétek be, hogyha szeretitek a virágokat, vagy szeretnétek valamit nézegetni, ami egyszerűen ilyen óriási boost a szemeteknek, mert nem hazudok, én ezt legalább minden nap, vagy minden második nap biztos, hogy kinyitom. Én ha kimegyek napozni a teraszra, akkor mindig magammal viszem. És ez az a dolog, ami annyira aprólékosan van megrajzolva, hogy tényleg el lehet benne veszni. És aki mondjuk rajzol, vagy szeretne rajzolni, vagy virágokat rajzol, illusztrál, annak is tudom ajánlani, mert rengeteget lehet belőle inspirálódni, akár lemásolni is, tehát, hogy teljesen mindegy, de egyszerűen ez tökéletes, és azt hiszem, hogy 20 eurót fizettem érte Amazonon, és még mindig lehet kapni, mindig látom, úgyhogy érdemes rá rákölteni ezt a 20 eurót, mert egyszerűen ez tökéletes. Ha már nagyon elkezdtem beszélni a Dolce & Gabbanáról, elhoztam azt a jó pár dolgot, ami van nekem ilyen virágos kollekciókból, ugyanis egy telefontokon kívül itt mindent szinte láthattok, és mindegyikről csinálok majd ilyen kisebb felvételt, mert egy telefontok az nyilván most a telefonomon van, amivel filmezek. Ő volt az első darab, amit a páromtól kaptam igazából, ez egy kártyatartó. Ezt Pandorfban vettük, és amit szeretek ott az az, hogy nyilván volt belőle több, és ki tudod választani, hogy melyiket szeretnél, ugyanis nem ugyanolyanok, nincs két ugyanolyan. És ezt tetszik benne, hogy így kirakják eléd, és így ki tudod bökni azt, ami a te szemednek a legkellemesebb, ami a legjobb, ami a legjobban összeállított számodra. Mint mondtam, nem annyira egyedi, bárki megveheti, vagy mit tudom én már, nem tudom hány ezer ember megvette, de mégis a katica bogár rajta az, amit egyfolytában vesek, mindig. Mindig ezt a katica bogarat keresem, ugyanis én nagyon kicsi korom óta imádtam a katicákat. Most már azért így kinőttem belőle, de én emlékszem, hogy nekem nagyon sok ilyen katicás dolgom volt, katicás ruhám volt, tudjátok, katicás labda, abból volt egy csomó otthon. És még arra is emlékszem,
hogy azt hiszem volt egy katicás fülbevalóm is, az viszont be volt vonva pirossal, és fekete pöttyök voltak rajta, de valahogy abban is volt arany. És nem tudom, hogy az még megvan-e. Majd anyut meg kell kérdeznem, mert nagyon sokszor eszembe jutnak a katicák. Nagyon sokszor nem azt mondom, hogy gyűjtöttem a katicákat, vagy valami, hanem hogy így kicsi voltam, és mentem a katicák után, és kémleltem őket is. És egy részről féltem tőlük, mert mindig megijedtem, amikor elrepültek, mert ilyen nagyon, nagyon hülye hangjuk van, tudjátok, ilyen olyanok, mint a traktor, hogyha repülnek körülbelül, nagyon kellemetlen a hangjuk, viszont addig így nagyon örültem, amíg nem nyitották ki a szárnyaikat, és mindig kémleltem őket. Mindig örültem nekik, hogyha a zöld kertben megláttam ezeket a kis gyönyörű piros pontokat. Itt is láthatjátok a kis katicát ott a rózsa levélen, úgyhogy, mint mondtam, ez több szempontból is nagyon-nagyon kellemes számomra ez a kis kártyatartó. Aztán ennek alapján vettem én meg az első Dolce & Gabbana telefontokomat, amit most le is cseréltem, de vissza fogom szerintem most így nyárra cserélni ezt a fehéret, szintén a rózsás kollekcióból. Róla beszélünk. Ami nagyon meglepődtem az, hogy én azt hittem, hogy amúgy ezek a fémes részek nagyon meg fognak kopni, ugye mert hát lerakod rá a telefont, meg alapjáraton a kártyatartónál is, viszont szerintem a Dolce-nak a fémes részei, ezek nagyon-nagyon jó minőségűek, mert olyan, mintha új lenne, és a mostani telefontokomon is így van, az pedig már szerintem 2 hónapja van a telefonomon, mintha új lenne, tehát hogy nagyon-nagyon jó minőségűek ezek a fémes dolgok rajta, és egyszerűen ez is tökéletes. Most a videó után le is fogom cserélni, mert ugye, ami rajta van most a telefonon, az a fekete, ami ugyanabból a kollekcióból van, mint ez a gyönyörű pénztárca, amit mindjárt kibányászok, ezt a születésnapomra vettem magamnak. Ő is pándorpor van, és már ezt is mutattam, erről is lesz majd egy közeli felvétel. Erről a gyönyörűségről, Istenem. És ehhez van ugye a telefontokom. Majd megmutatom ezt is, hogy milyen szép ez a pénztárca. És szerintem át is fogok belepakolni. Most így nyára majd tökéletes lesz. Meg igazából nálam nincs nyári meg téli pénztárca, amikor ehhez van kedvem, akkor belepakolok. Egyszerűen nagyon-nagyon nagy gyengém ezek a Dolce festett, virágos bőr dolgok, tehát hogy egyszerűen elbűvölőek, de mint mondtam, nem igazán láttam így mostanság az új kollekcióban normál darabokat, vagy olyan darabokat, ami hogy nagyon-nagyon tetszene, mert például mondjuk nagyon tetszene, hogyha csinálnának, volt mondjuk ilyen napraforgós verzió, viszont hogyha hortenziás verzió lenne ismét, az nekem nagyon tetszene. Ilyen rózsaszínes, lilás, hortenziás dolgok, arra biztos, hogy beruháznék, tuti, nem is gondolkodnék rajta. Mert amúgy még a hortenzia az a virág, ami nagyon-nagyon tetszik. Nekem soha nem lesz, mert nem vagyok jó virágokban, bár ha már virágokról beszélünk, akkor elültettem az első virágaimat itt a kis teraszunkon. Méghozzá ezt a pillangó gyűjtő, vagy méhecske gyűjtő virág, keveréket, virágmag keveréket vettem, amire azt mondták, hogy nagyon könnyen így ki kell, és nem igényel olyan nagy ápolást, és anyukámnak is küldtem anyák napjára egy csomagot Magyarországra, ami mindenképpen anyának virágot akartam, és ilyen szempontból arra gondoltam, hogy mi lenne, ha virágmagokat küldenék anyának egy csomót, vagy hát egy nagy dobozzal, és ő akkor azt elültetni, és ez lenne az anyák napi virágja, természetesen kicsit várni kell rá, de ő már azt mondta, hogy neki már növögetnek ezek a kis virágok, viszonylag gyorsan elkezdenek kinőni a földből, azt mondta, nem tudom, hogy hogy fog kinézni, vagy hogy így egyáltalán a virágok nálam így túlélik-e, vagy így túlélnek-e engem igazából, minden esetre figyelek rájuk, úgyhogy remélem, hogy lesznek idén virágaim már nekem is, de mint mondtam, nagyon-nagyon szeretem a hortenziát, a rózsát, az egyik kedvenc virágom például a frézia. A legkedvesebb virágos dolgaim azok mindig olyanok, amik szinte festményre hajaznak. Tehát erre ezt így meg tudom így általánosságban mondani, hogy szinte olyanok, mint a festmények,
azok a legkedveltebb virágos dolgaim, mert nagyon-nagyon erősen vonzódom hozzájuk. De ha már itt tartunk a festményeknél, virágos dolgoknál, egy-két ruhát hoztam, pontosabban 3 ruhát hoztam magammal, amin a virágok olyanok, amik nagyon-nagyon tetszenek, tehát hogy alapjáraton szeretem a virágos ruhákat, és ami megtetszik, azt megveszem úgymond, vagy amiben nagyon szerelembe esek, azt megveszem. De vannak azok a ruháim, azok a virágos ruháim, amik nagyon hasonlítanak festményekre, vagy minthogyha megfestették volna őket. Ezek azok a darabok számomra, amiket nagyon-nagyon nehéz levadászni, megtalálni, mert nagyon sokszor azt érzem, hogy ó, hát ez messziről, ez pont olyan, amire én vágyom, aztán, hogyha közelebb megyek, akkor látom, hogy igazából látszik, hogy ez így rá van nyomtatva az anyagra, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát hogy nagyon látszik ez a nyomtatás, nagyon látszik ez a modern nyomtatás rajta, azt nem szeretem. Viszont itt van egy nagyon-nagyon kedves felső a számomra, többször láthattatok a csatornán, róla beszélünk, és ezt még... Nem tudom, ezt még meg lehetett venni talán tavaly is a H&M-nél. Ez egy H&M-es kis felső. Íme. És így megmutatom. Jó, de ennyit erről. A következő ruha az egy Forever New ruha. Egy tavalyi. És ezt is azért hoztam ide a virág mintája miatt. Ennek nem csak azt tetszik, hogy milyen a mintája, tehát nézzétek meg, hogy mennyire gyönyörű, mennyire szép ez az anyag, mint hogyha meg lenne festve, hanem ahogy még adnak egy extrát a textúrával és a hajtásokkal. És biztos vagyok benne, hogyha képbe vagytok velem, akkor tudjátok, hogy mi következik most. A videó utolsó darabja szintén egy ruha, ez többször benne volt a kedvences ruhás videókban, mert egyszerűen ennek olyan a mintája, hogy azt mondom, hogy lefosom a bukámat tőle. Róla beszélünk. Egyszerűen tökéletes. Egyszerűen, nézzétek meg! Gyönyörű! Tudom, hogy sokan még mindig keresgélitek ezt a ruhát, és hogy sokan már megtaláltátok ilyen használt oldalakon, ilyen zarás, eladós oldalakon, hogyha szembe találkoztok vele. Vegyétek meg, nem fogjátok megbánni. Én mindenképpen arra kérnélek titeket, hogyha vannak valamiféle hasonló ilyen virágos dolgaitok, vagy tudtok valahol olyan helyeket, ahol ilyen gyönyörűséget lehet beszerezni, vagy akár egy könyv ajánlást, akkor mindenképpen osszátok meg a kommentekben, és remélem, hogy élveztétek. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!